Önök a Poli Televízió híradóját látják, a műsorvezető Deák Mária. Köszöntöm nézőinket, jó napot kívánok! Kérem, hallgassák meg híreinket címszavakban. Térmegfigyelő kamerákat szerelnek fel Kézdivásárhelyen. Megjelent a felső háromszéki székkatalógus. Egyre több fát vágnak ki városunkban. Népdalversenyre került sor a Vigadóban. Előadások sorával várják az érdeklődőket a művelődési házban. Most pedig következzenek a részletek. A Kézdivásárhelyi Tanács legutóbbi ülésén fogadták el azt a határozattervezetet, melynek értelmében az önkormányzat részt vesz egy olyan pályázaton, amely a város területén felszerelésre kerülő kamerás megfigyelőrendszer kiépítését finanszírozza. Kedvező elbírálás esetén 19 kamerát szerelnek fel a város közterein. A megfigyelő kamerák a pályázatra benyújtott terv szerint a város közbiztonságának a növelését, illetve a forgalmasabb útszakaszokon a közlekedés megkönnyítését fogják szolgálni. Ezeket a kamerákat a város forgalmasabb pontjain, a főtéren, a köztereken, illetve az iskolák környékén helyezik el, valamint ott, ahol esetleges bűncselekmények történhetnek, megelőzve ezzel a köztereken történő kihágásokat. A város vezetősége olyan érvekkel támasztotta alá a rendszer elindítását, mint a bűnözés visszaszorítása, a közbiztonság megerősítése a közterületeken, a sürgősségi és katasztrófa esetek hatékony elhárítása, illetve a közlekedési kihágások rögzítése. A térmegfigyelő kamerák vásárlására és felszerelésére a tanács határozat elfogadása után nyújtottak be pályázatot az Európai Unióhoz. Ennek elbírálására azonban még néhány hónapot várni kell. Ha a projekt kedvező elbírálást nyer, akkor már az év végén biztonsági kamerák figyelik lépteinket a helyi tanács, a rendőrség és a bíróság környékén, a tanügyi intézményeknél, a gazdasági és pénzügyi egységeknél, a zöldségpiacon, a parkokban s a nagyobb útkereszteződéseknél. Amíg erre sor kerül, maradnak a magáncégek által az üzleteikben s azok előtt felszerelt kamerák és persze a rendőrség radarjai. A rendszerváltást követően egyetlen alkalommal sem jelent meg olyan kiadvány, amely kizárólag a felső háromszéki vállalkozókkal közölt volna információkat. Ezt a hiányosságot pótolja az idén megjelent omnibusz katalógus. Óriási gyűjtőmunkát végeztek el annak a székelyudvarhelyi cégnek a munkatársai, akik összegyűjtötték és egy könyvben ki is nyomtatták a felső háromszéki cégekkel kapcsolatos tudnivalókat. A kiadványt megpróbálták a teljesség igényével készíteni is, ez Vasdénes cégvezető szerint sikerült is. Az omnibusz katalógus egy hiánypótló kiadvány, véleményünk szerint, amely a felső háromszéki vállalkozásokat, tevékenységeket, intézményeket összességében egy helyre gyűjti össze és a lakosság rendelkezésére bocsátja. Ezt a hiánypótló kiadványt mi végső soron a többi előző kiadványok mintájára állítottuk össze. Megjelenik az udvarhelyi, csíki, felsőháromszéki, alsóháromszéki és gyergyói kiadványként. Felsőháromszéki omnibusz, mint olyan önmagában ez az első, amikor az egész térséget kívánjuk belefoglalni. Gyakorlatilag minden olyan szolgáltatás és termék meg kellene legyen található benne, amely itt a környéken, felsőháromszéken létezik. A kiadványt első ízben a Kézdivásárhelyi sajtó munkatársai előtt mutatták be, s a készítőik szerint várható, hogy az elkövetkezendő években is elkészül majd az aktualizált újranyomás. Kézdivásárhelyen az elmúlt hetekben több fát és tuját kivágtak a városrendészeti osztály munkatársai, azzal indokolva lépésüket, hogy kikorhattak vagy veszélyeztetik az épületek biztonságát. A baj csupán az, hogy egyre csökken az amúgy is kevés zöldövezetek száma. A tavasz beköszöntével megkezdődött városunkban a takarítás. Ezúttal azonban nem az utcákat portalanítják, amire igen nagy szükség lenne, hanem az oly kevés zöldövezeten mostanra már valahogy megnőtt fáktól tisztítják meg a várost. A múlt héten a Boldogözsép templommal szemben vágták ki a több mint 100 éves terebélyes fát,
ami állítólag veszélyeztette a mellette levő tömbházakat. Ezen a héten pedig az egykori mozi előtti téren folytatták az írtást. Az itt található tuják ugyan nem veszélyeztettek semmilyen épületet, legfennebb a mozi helyén működő vendéglőről vették el a kilátást, no meg az alattuk levő padokról a nyári hőséget. A favágást végző munkások kérdésünkre azt mondták, hogy a tuják már öregek és hogy mást ültetnek helyettük, de hogy az erdőket sem lehet egyik évről a másikra újjávarázsolni, így a díszcserjék sem nőnek egyik napról a másikra porkifogó és oxigéndus bokrokká, annak ellenére, hogy a növési idejük valamivel gyorsabb, mint a többi fájé. A favágások sora ezzel nem ért véget városunkban. A közérdekében felkiáltással az írtást a jövő héten is folytatják. Mindezek mellett lassan, de biztosan elkészül a főtér új arculatterve is, amelyben nem valószínű, hogy helyük lesz a jelenlegi fáknak. S míg ma Románia szerte mindenki a parkosításról, a zöldövezetek megőrzéséről és létesítéséről beszél, addig városunkban ezeket számolják fel folyamatosan, állítólag a mi érdekünkben. Népdalaink életrekeltése és megőrzése a célja a minden évben megrendezésre kerülő háromszéki népdalbarátok vetélkedőjének. A körzeti szakaszt 11 helyszínen tartják, ebből egyet Kézdivásárhelyen. Csütörtökön népviseletbe öltözött lányok és fiúk készültek a nagy megmérettetésre a Vigadó Művelődési Házban. A Molnár Józsiás Mikrocentrum körzeti szakaszára ebben az évben 45 1-4 osztályos gyerek jelentkezett, akik vidékünk jellegzetes népdalkincseiből válogattak egy-egy dalt és azt adták elő a zenetanárokból álló zsűrinek. Önmagáért beszél már csak a látvány is, hogy a 21. században is a gyerekeink magukra öltik a székelyruhát, a népi viseletet, és énekelnek, nem föltétlenül azt, ami a rádióban folyik, hanem azt, amit nagyapáink énekeltek, és azt gondolom, hogy aki ma szereti, holnap is fogja szeretni, és ezek a gyerekek tovább fogják majd adni. Tehát a szervezők elérték céljukat, hisz a gyerekek jól érezték magukat népviseletben, s még jobban, amikor énekelniük kellett. Az osztályunként 4 kategóriában versenyző gyerekek közül a legjobbakat díjazták, és ők fogják képviselni a körzetet a májusban sorra kerülő megyei szakaszon. Gazdag kulturális programmal várják nagy héten is a Vigadó Művelődési Házba az érdeklődőket, hiszen táncelőadásra, húsvéti játszóházra és képzőművészeti kiállításra is sor kerül. A Háromszék Néptánc Együttes szombaton 17 órától tart mozgalmas gyermekelőadást Mátyás király ajándéka címmel, amelyet 6 Mátyás királyról szóló meséből állítottak össze. Az előadás az igazságot, mint értéket akarja közvetíteni, nem kerülve meg a van-e igazság, mit jelent az igazság kérdéseket sem. Az előadást főként családoknak ajánlják, ezért nekük 5 lej az egyébként 10 lejbe kerülő belépőjegy. Szintén szombaton ezúttal 18 órai kezdett el Csöper Láma tart előadást és meditációs gyakorlatot a Vigadóban, Mit mond Buddha a 21. század emberének címmel. Kedden a Brassói Magyar Alkotók képzőművészeti kiállítása nyílik 18 órától, aztán április 8-án délelőtt 11 órától a gyerekeket várják a Vigadóba, ahol húsvéti játszóházat tartanak, és itt a kisiskolások hagyományos húsvéti kézimunka tevékenységeken és érdekes játékokban vehetnek részt. Este 20 órától pedig jótékonysági koncertre kerül sor Szőcs Ferike megsegítésére, ahol 10 előadó művész és zenekar, valamint Puki bácsi is fellép. A nagy hét utolsó rendezvénye csütörtökön 18 órától lesz, amikor a tanulóklubja tart előadást. A Vigadó munkatársai pedig minden érdeklődőt szeretettel várnak. Elektromos hulladékgyűjtésre kerül sor Kézdivásárhelyen, valamint a hozzátartozó településeken április 4-én.
A polgármesteri hivatal felkéri a város lakosságát, hogy a meglévő hulladékokat szállítsák a Goszkom begyűjtő központjába, Nyújtódon és Oroszfaluban pedig a főút mentén a kijelölt helyeken gyűjtsék össze a hulladékokat. Kedves nézőink, ez volt az Aktuális Magyar Nyelven. Köszönöm figyelmüket, és kérem, maradjanak velünk a továbbiakban is.